egész darab egy szimbolikus mű. Hát ez a csodálatos benne, hogy Bartók hogy tudta ezt a szimbólumokat, ezeket megjeleníteni a zenébe, és ugyanakkor benne van a népzene is. Az emberi lélek tulajdonképpen a gyanakvás, a féltékenység, ami koroktól függetlenül végig kíséri az egész emberiséget. Bartók Béla a Kékszakálú Herceg Vára című alkotása ma a világ legismertebb magyar operája. Ehhez azonban az 1911-ben íródott kétszereplős, egyfelvonásos műnek hosszú, rögös utat kellett bejárnia. Nagyon váratlanul érkezett a magyar opera életbe, nem ehhez voltak szokva az 1910-es években. Tehát nem véletlen, hogy Bartók ugye évekkel korábban 10-11-be fejezte be, és évekig a szekrénybe vagy fiókba pihent a darab. A Kékszakállú Herceg történetét egy francia monda alapján a 20. század elejének ifjú írója, költője, filmrendezője Balázs Béla vetette papírra egyfajta misztériumjátékként. A műben Judit, aki ifjú feleségként érkezik Kékszakállú rideg, sötét palotájába, kíváncsiságától hajtva sorra kinyittatja férjével a vár titokzatos hét ajtaját. Az ajtók mindegyike megdöbbentő dolgokat, képeket tár az asszony elé. Bartóknak és Kodálynak ajánlotta eredetileg Balázs Béla, és még inkább Kodálynak szánta, mint Bartóknak. Ezzel együtt Bartók volt az, aki beleszeretett, és 11-ben néhány hónap leforgás alatt megkomponálta az egész operát. De az 1910-es évek leginkább nagyívű, sokszereplős Wagneri operákhoz szokott közönsége nem volt felkészülve a Kékszakállúra. Az, hogy egy operában mindössze két szereplő van, és ők is leginkább csak állnak és énekelnek, értelmezhetetlen volt még a szakma számára is. Nagyon kedvezőtlen fogadtatásra talált azokon a pályázatokon, ahová Bartók Béla benyújtotta. Tudjuk, Bartók nagyon sokat panaszkodott e fogadtatás miatt, tulajdonképpen arról írt, hogy őt, mint zenészt kivégezték. A mű születése és színpadi bemutatása között eltelt 7 évben világszintű változások mentek végbe, melyek nagyban elősegítették, hogy a Magyar Királyi Operaház végül műsorára tűzze a Kékszakállút. Lezajlott egy világháború, megszűntek ideák, amelyekben korábban generációk hittek, felbomlott az egész Kárpát-medence. Bartók személyes élete is rengeteg fordulatot vett ebben az időszakban. Éppen ezért az 1918-as májusi bemutató a budapesti operaház történetének legfontosabb eseménye volt. 1978-ban a Milánói Szkálában énekeltem életemben először Bartók Bélának a Kékszakállú Herceg Várában Judit szerepét. A világ egyik legismertebb Juditja, Marton Éva elragadtatással beszél a műről, Bartókról és Judit karakteréről. Élénk kérdezősködő, mint általában a nők, ugye, akkor van először egyedül Kékszakállóval. És szeretné jobban megismerni, szeretne partnere lenni. De ez nem lehetséges. Kovács Kolos, aki sok más neves művész, például Melis György és Polgár László mellett Marton Éva partnere volt a Kékszakállóban, először 27 éves korában énekelte ezt a szerepet. 227-szer énekeltem, ennek pont a fele itt Magyarországon, a másik fele a világban, mindenhol. 17 rendezésben énekeltem ezt a darabot. Pályámnak a fénykorát végig kísérte ez a szerep. Bár az 1918-as bemutató nagy port kavart, a Kékszakállú csak néhány előadást élt meg. Hiába méltatta Kodály Zoltán a Nyugat hasábjain Bartók művét, a kritikusok nagy része, még ha el is ismerték a zene progresszivitását, nem bánt kesztyűskézzel az alkotókkal. Alkalmatlannak tekintették Balázs Béla művét arra, hogy az jó opera szövegkönyvéül szolgál. Pedig az 1936-os felújítás meghozta a Kékszakállú átütő sikerét. Ezt a produkciót már egy nagyon tehetséges fiatal rendezőpáros, Nádasdy Kálmán és Olá Gusztáv rendezte,
és tulajdonképpen innentől indul a Kékszakállúnak a magyar diadalútja. A Kékszakállú ettől kezdve megállíthatatlan volt. A világ számos pontján a legkülönbözőbb felfogásban vitték színre Bartók egy felvonásosát. Talán a legközelebb a film áll hozzá, mert ez a leglátványosabb és a leghagyományosabb. Ez teljesen a kottát követi, ahogy be van írva a kottába, hogy mit kell látni. A film, amelyet 1981-ben Szinetár Miklós rendezett, és amelyben Sas Szilvia énekelte Juditot, ő pedig a Kékszakállót.